Sándor Orsival DIY karácsonyi dekorációt fogunk készíteni. Én már elkészítettem a magamét, összedobtam egy ilyet, valami ilyet szeretnék tőled is látni, jó? Jó, rendben van. Ugye nem fog pörögni meg világítani, de hoztam szerintem amúgy egy elég látványos kis ötletet. Aprócska karácsonyfa díszeket, fölfűzünk egy darab drótra, és azért hoztam el egy válfát, mert ez a drót is amúgy teljesen tökéletes arra, hogyha valakinek jelenedzik otthon. Tehát szét lehet kapni egy ilyen válfát. Igen, csak az én kis gömbjeimnek éppen ez még elég vastagnak bizonyult, úgyhogy hajlítottam egy ilyen teljesen mezei drótot, és akkor gyakorlatilag csak így ráfűzök. Gyöngyöt fűzök. Aha. És mi lesz a vége belőle, egy ajtódísz, vagy egy koszorú? Szerintem egy koszorú, amit gyakorlatilag bárhová föl lehet tenni, ajtóra is, kandalló fölé, csak úgy a falra, vagy bárhová. De nagyon kíváncsi vagyok, mert én ebből csak azt ismerem, ugye a te jó kis fegyvereddel, a ragasztó pisztolyjal. Igen, csodálkozom is, hogy nincs ragasztó pisztoly. Az volt a történet különben, hogy vettem egy kis szalmakoszorút, és gondoltam, hogy ráragaszgatom ezeket a gömböket, és aztán végig gondoltam, hogy ez nem fog itt beleférni adásba, hogy ezt megcsináljam, és akkor jött az isteni szikra, hogy mi lenne, hogyha inkább csak felfűzném ezeket. Jó inspirációt nyújtunk itt neked, hogy az időnyomás miatt új dolgokat találsz. Megvan neked itt adva, hogy maximum 10 perc lehet, tehát nem nagyon. Ez is egy olyan ötlet, amit még amúgy sose csináltam, de gondoltam, hogy majd itt most ez biztos, hogy tök jól fog kinézni. És te most tudatosan úgy fűzött, hogy az egyik erre áll, a másik arra, vagy ez bepörgeti magát? És aztán az lesz majd, hogy ez majd még ilyen kis bucira fog, majd meglátjátok. Azt hittem, hogy majd én fölpróbálhatom így a nyakamban. Azt is lehet, meg igazából szerintem az Orsi az egy koronát. A hülyeség, az nem megy. Szóval egy koronának készült, de most lelőtted a poént. Szeretett volna az Orsi megkoronázni majd. Jaj, hát is én meg, na jó, hát nem érdemlem meg. Ezek után nem érdemlem meg a koronát. Ott lány a zavarában még el is ejti a kis gyöngyöket, vagy mik ezek karácsonyi díszek. Próbálok sietősen, hogy elkészüljön. Nem, egyébként ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert most ugye ezeket a nagyon színeseket hoztad, de hogy simán lehet úgy válogatni ezeket a gömböket, bármilyen matból, fényesből, kinek milyen az interiőri. Igen, az interiőri. De megmondom őszintén, hogy ha szerintem ez nem egy kicsit tarka-barka, akkor ez nem mutat úgy. Majd meglátjátok a végén, hogy szerintem kimondottan kellenek bele a színek, hogy ez az egész vidám legyen. Én próbálom úgy mixelni a színeket, hogy nincsen benne semmilyen tudatos sorrendiség, csak próbálom nagyon összekavarni a színeket. Minden belefér. Tehát igen, ezt mindenki elmondja, tudod, hogy én ennek a nagy ellenállója vagyok, mert én azt gondolom, hogy a minden minimál. Add át magad a karácsonyi gicsnek, ne állj ellen tovább! Simán lehet. És akkor ebből egy ilyen... Hát majd mindjárt meglátjuk, mert szerintem nem fogja tudni az Orsi most itt 3 perc alatt, vagy fél perc alatt felfűzni az egészet, de adunk neked időt, mert még úgyis megyünk mindjárt a Gertihez. Én még fel akarom tartani az Orsit, ne haladjon olyan jól. Jó, akkor várjál, nézzük meg, hogy így vegye neki. Hatékonyabb vagy. Ugye, tényleg a parancsot és... Meg kell néznünk, hogy a hölgyek miket alkotnak, nagyon és én viszem magammal az adventi koszorunkat is, hogy meg igen, mert hogy meg kell nyújtjuk a gyertyákat. Hát megmondom őszintén, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy a felaggatott kis díszekből összeállne ennyi idő alatt ez a koszorú. Igen, még kösd meg rá a masnit, addig megnézzük. 45 másodperc, Orsi, belefér. Igen, mi meggyújtjuk addig. Mi szépen meggyújtjuk itt a gyertyákat, vagy legalábbis én. Nagyon jól gyújt az gyertyát. Én nem tudnék így gyertyát gyújtani. Látod? És most zavarba hoztál, és egyből leégettem. Ez volt a cél.